Azt a mindenit, hogy behányok, jaj! Én nem tudom, tegnap még rosszul voltam, most megint ezt akarod, hogy rosszul legyek? Jó, hogy be nem mész már az ajtón ezzel. Jézusom, nem akarok sétálni. Melyik irodába megyünk? Fel. Fölöltözök mindjárt hozzá. A lakásotokba. Na, miről volna szó? Hát, hogy fogalmazzuk meg, asszony? Magyarul és egyszerűen. Na. Ne húzd már az igazgató idejét, a jó Isten áldjon meg. Összeszedem a gondolataimat. Csak nyugodtan, Emil. Na, egy pillanat türelmet kérek. Hát, ez hihetetlen. Jó, az most viszont biztos, akkor én annyit akarok mondani, ezeket a hajótokat most egy darabig szerintem jegeljük. Mert, hát akkor szervusz, jó. Na, szóval nem, igen, ezt át kell gondolni, hogy ez biztos. Hát na, ez az volt az egyik. A másik az lenne, hogy akkor a Mónát szeretnénk itt, szeretném, legalábbis ketten szeretnénk, hogyha a cégnél hivatalosan is alkalmazva lenne, mert ez így nem igazán túl komfortos nekünk, érted, hogy legyen az összegvel elosztva, hogy ő is dolgozik, én is dolgozok, most akkor én fizessem neki az ő bérét, vagy hogy legyen ez. Pont azt beszéltük itt a Mónával, hogy ezeket a hajótokat most egy picit jegelni. Igen, hallottam, hát ide mentem ki az ajtóra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy akkor ezt a felszolgálós dolgot, ezt így elengedhetjük az ő részéről. Hát amíg viszont, nincs hajót, addig biztos. Igen, igen, viszont hogy ti úgy gondoljátok, hogy együtt könnyebben dolgoztok, ugye, hogy akkor a Mona intézi a telefonokat, és akkor Emil pedig, hogy ilyen asszisztensednek igazából fel tudom venni. Igen, végül is az, igen. Igyekszek el a városvezetésre erről beszélni. Ugye még a telefonba se kerültünk be, illetve még neked sincsen külön rang. Hát igen, ezt mondani is akartam, mert lassan tehát, már mire megjön a saját rangom, addigra én már szinte igazgató helyettes leszek. Hát az attól még azért nem kell félni. Hey, Emilem, vegyél kicsit vissza a tempóban. Annyira ez nem pörög, annyira nem pörög ez a dolog. Szóval akkor menjünk át az irodába. És akkor Mona, mostantól a főnököd vagyok, jó? Te nem feltétlenül, Emil, nem feltétlenül. Te vagy az első sorban. Most már itt is a főnököd vagyok, nem csak otthon. De Emil, te a sofőröknek lesz. Nem, a jön ez a Vince gyerek, na bazd meg, ez is ilyen kózaklat. Ja igen, akartam mondani, megtanultam tegnap angolul. Na nem mondod. Már két új szót is tudok. Na. A stupid az a tanuló, a beautiful pedig a pillangó. Tehát na. Akkor a stupid beautiful az a tanuló pillangó. Tanuló vajas lepke, igen. Igen, el kéne Emilt küldeni egy ilyen vállalati angol nyelvtanfolyamon, mert ez szörnyű. Na, a Vincenttel pedig igazából, hát ugye majd beszéltük is, hogy először sofőrnek alkalmazni. Na de várja föl is, mivel tulajdonképpen fő van véve? Nincsen egyáltalán, még ugye vizsgá előtt van. Azt aha. Hiszem, nem is volt még vizsgája, ugye? Nem, ki még nem volt, nem. Tehát nem akkor volt. Én most bemutatkozhatok, mint főnök, jó. Rendben. Persze, végül is igen, mert a sofőrök főnöke leszel. Így van. Úgyhogy akkor tehát... ja, igen, és akkor. Rajtad meg a Bobby kívül mindenkinek a főnöke vagyok, csak hogy tisztel. Persze. Emil, a kérdésem az, hogy te ugye ez a géphez nem férsz hozzá. Kompúterhez? Hát nem. Aha. Nem férsz hozzá, aha. Jó. Akkor figyelj, hogy csinálunk egy olyat, mert az a legegyszerűbb, hogy én most átraklak téged technikai igazgatóra. Ajde, és akkor jó. Viszont, na, és akkor ugye, de ez csak átmenetileg. Máma még technikai igazgató. Nem lesz. Vagy, nem, egyáltalán nem, ne szállj a fejedbe. Igen, nem vagy az, csak hogy tudsz használni azt a képet. Na átírom magamat az SMS-be. Nyilvánvalóan ez azzal jár, hogy azért a céges pénzből ne esik az, hogyha... Tehát azt gondolod, én lopni fogok egybű? Nem gondolom. Én figyelek erre az emberre, ne aggódjam. Köszönöm, ne aggódjál. Hozzá két boríték, vagy gyorsan? Most szigorú legyek ez, és akkor föl is vegyem a Vincent gyereket? Hát hogyha azt látod, hogy így micsoda legyen mondjuk azt, hogy ilyen 80%-ot teljesített a követelményeidből. Hát azt nekem elég magasan vannak, de... Ja, most elviszük őt vizsgára? Mindenre igen, visszük, persze. Igen, ő pontosan jó. Az lesz, hogy vizsgán lesz, így van. És akkor igen, hogyha jól teljesít, akkor fel lehet venni, aztán utána majd ugye, mint mondtam, lehet, hogy lesz neki egy olyan külön, ilyen marketingesként lesz majd alkalmazva, ebben még nem tudom pontosan. Hát elég csapnivaló ötletei vannak, de jó. Amint meg lesz az én saját dolgom, akkor én vissza leszek rakva csoportvezetőre, vagy ezt úgy mondjuk, hogy mellette? Tehát, hogy nem vissza, hanem... Hát nem vissza, hanem át. Igazából maga át. A technikai igazgató ugye a Bobby eddig, csak egyedül a Bobby volt, tehát igazából nem is tudom pontosan, mi a munkaköre. Tehát ja, az, hogy igazából... még nem is ismeri. Még nem ismerem, igen. Csak mindig beszéltek róla, aztán nem is tudom, ki ez a Bobby.
Igen, azért mondom, hogy ő is egy ilyen fura jelenség, hogy vagy nincsen. Na hát csak bejön, aztán majd megismerem. Persze, mindenképpen. Úgyhogy szerintem, amikor meg lesz az új munkakör, Emil, akkor átkerülsz abba. De gyakorlatilag a munka tevékenységed az ugyanezt fogja tehát takarni. Tehát akkor ugyanúgy tudom meg kell a kompjútert intézni. Hát remélem. Ezt majd az IT-sekkel akkor megdumálom. Ezen Linuxon? Nem, ezen Windows van. Windows. Legújabb, jó, legfrissebb. Jó, azt, hogy intézi majd. Így van. Üljél be oda. Na jól van. Akkor viszont én megyek is, figyelj, ne aggódjatok, bocsánat, rohanok. Jó, pihenés, aztán, hogy ezt a beszélgetést ejtsük már meg, jó? Jó, majd, persze. Nem, amikor neked jó. Persze. Hát írj majd aztán, akkor válaszolok, hogy szoktam, persze. Jó, persze. Jól van. Na jó munkát, jó. Látom, csináljátok, a csak ügyesen. Kiraktad oda. Vagy az nem ő? Nem ő ott nem, oda? Nem, ő szerintem a... Nem tudom pontosan ő ki. Na akkor ki lesz, te rakva oda, jó? Na jó, szerintem az igazgató nem szeretném nézni. Szerintem rátapétáztatlak. Szia igazgató úr a falra. Jó, van, akkor üdvözöllek a cégnél. Mostantól igazgató úr vagyok, jó? Rendes ez a főnök, te? Nagyon. Nagyon, igen. Jó, hogy nem halt meg annyira. Igen, csak egy kicsit, majdnem. Te ezek a büdös halák minek vannak ott? Ha vagy csinálunk belőle halászlevét. Új, én biztos nem csinálom meg. Mert? Miért büdös? És a méteres kalácsot? Ja, válaszolok erre az SMS-re, a gyerek ide jelentkezett nekem. Hogy hívják? Várjál. Én lettem nagyobb pizza, ez a csuda pizza, hallod? Hogy hívják, hogy Barry White? Bernie? Igen, Barry White. Fehér Barry. De ne! Üzengesse, híjad föl! Én nem híjom föl, visszaírok neki, hogy a városházán a nenyén jelentkezzen. Ez az? Remélem. Kopasz, azért akkor igen. Van nálam itt takosság, figyelj. Nekem nincs ilyenem, nekem is kell ilyen. Kapsz majd te is. Jaj, egyelek meg. Üdvözlöm. Jó estét. Üdvözlöm. Jó estét. Üdvözlöm. Maga a Vincent? Így van. Hát akkor kérem, fáradjon az irodámba. Először is bemutatkoznék. Rafael Emil vagyok, technikai igazgató. Én pedig Rafaelné vagyok, próbaidős, de asszisztens leszek. Asszisztens, nem próbaidős, asszisztens. Akkor azért van maga ilyen ruhában. Igen. Nagyon csinosak van. Ő azért asszisztense. Köszönjük szépen. Na, tehát mint ahogy azt a rangom is sugallja, én vagyok az ön főnök, legalábbis leszek az egyik főnöke. Mesélje magáról pár szót. Miért szeretnél dolgozni, ki maga, családjáról, milyen ötletei vannak? Vincent Walker vagyok, 26 éves, félig brit és félig magyar vagyok. Szóval, hogyha angolul kell beszélni, akkor nekem az is megy. Na hallod azt, hogy ez is tud angolul. Ez vagy megtanít engem angolul. Két szót tudok angolul. Na és mi ez a két szó? Stupid az a tanuló, a beautiful pedig a pillangó. Közel volt. Na. De azt szívesen segítek. Nem, na, kell, mindegy, majd én eldöntöm, mikor kell nekem segíteni. Igen? Rendben. Csontos úrnak mondtam múltkor, mikor beszéltem vele, hogy szívesen segítenék a marketingben. Hát először is nem marketing igazgató lesz, hanem próbaidós sofőr. Nem tudom, így hogy ez így mennyire fel lenne meg. Már hogyha felvételt nyer, ugye ez. Persze, ezt már Csontos úrral megbeszéltem igazából. Mondta, hogy most jelenleg sofőröket kerestek inkább. És akkor majd a későbbi évben akkor lehet beszélgetni. Nem tegeződik, magázódunk. Bocsánat. Itt egyébként sofőrben van hiány rettenetesen, úgyhogy minél előbb kéne találni. De viszont a elvárásaink nagyon szigorúak, és mink is nagyon szigorúak vagyunk. Tehát nem úgy van, hogy bármelyik idióta ide jelentkezik, az majd egyből vagy beprotezsálják. Nem, itt nálunk nincs ilyen. Hát igen, azt gondoltam. Nem is hát ez a tisztességes nyilván. Ez a tisztességes. A feleségem is nem régért vissza a próbaútról, ő is dolgozik. Nálam nincsen kivételezés. Ez így van. Én mindig készen állok egy kívásra. Jó, igen, folytassa. Na és akkor ugye, ahogy mondtam, Csótos úrral beszéltem útkor a marketing dolgokról, igazából vannak nekem szerintem egész jó terveim, amivel növelhetnénk a cég profitását, illetve... Tehát maga szeretné megmondani, mit csináljunk? Nem, ő tanácsot ad nekünk. Így van. De miért egy alattam lévő a tanácsot, azt mondjam, de ezt te se mert mondjuk komolyan. Ő ért hozzá. De én is értek hozzá, hidd el, én is tudok izét szervezni, mondjuk futóversenyt, vagy bicikli versenyt.
De értek hozzá, nem véletlen vagyok itt, ahol vagyok, ugye? Nyilván meghallgatjuk az urát, Csontos úr is mondta, hogy érdekli a véleményét. Persze, érdekel, mindenre nyitottak vagyunk, de senki ne gondolja azt, hogy ide jön, aztán átveszi a vezetést, mert nem. Igen, én amúgy nem az, én amúgy egy szóval sem azt mondtam, hogy itt én fogom, mert nem, én nem is azt mondom, hogy ezt szóval mondta, csak hogy megjegyeztem. Igen, folytassa. Még mielőtt itt fölhúzom akkor magamat. Úgy akartam mondani, hogy akkor, hogyha esetleg van, vagy kell tanács, vagy ötlet marketing szinten, akkor én szívesen tudok segíteni. Rendben van. Szüleiről esetleg? Hol született? Hát, ahogy mondtam, félig brit, félig magyar vagyok. Aha, és szóval, brit az egy falu, város, vagy én, ha jól tudom, az egy ország. És ez egy főnök. Angliában. Szóval, hát amúgy az anyum és apum angol, és ugye úgy találkoztak. Akkor hogy lehet félig magyar, félig brit? Tessék? Hogyha az anyja és az apja. Mondja, csak nyugodtan. Elfolytottam a szót. Most ja. Azt mondta, hogy az anyja és az apja angol. Emil, a brit egyenlő angol. Igen, a brit meg az angol, az igen. Azt én értem. De hogy lehet félig magyar? Bocsánat, csak az allergia. Szóval akkor lehet félrehallott. Azt mondtam, hogy anyum magyar, anyukám magyar. Ja igen, aha, biztos és én vagyok hülye. Tehát süket is vagyok az. Na, hülye. Lépjünk túl ezen a félig magyar, félig angol, értettük, felfogtuk. Jó. A feleségemmel egy pillanatra kimegyünk, megbeszéljük a próbaútvonalat, és visszajövünk addig fog, helyezzek én jelenben magát. Gyere már azt, hogy nem érek rá egész nap. Hát te mész lassan. Na. Nem tudok tőled kimenni, hát ijjaj. Hát talán azért, mert az ajtóban majd... Na, mi nem? Na, gyere. Az lesz. Itt van ez a furgony. Igen. Aztán te már tudod nyitni, vezetni, zárni. Mindent tudod, jó? Jön, mit teszi. Azzal te elmész valami messzebbi helyre, valami nagyon kacifántósra, tehát ahol rengeteg tábla van, meg minden. Elküldöm az izéjét, telefonszámát. Arra te egy rendes üzenetet küldesz, tehát GPS koordináta, minden. Mi kell, megyünk, megnézem, hogy vezet, és főveszünk. Aztán te is, te ilyen elégedetlen ügyfél legyen, jó? Tehát szóljál bele mindenbe. Hát, hogy fölvegyük az idegeit, jó? Mondjuk a Comedy Club garázs előtt vannak ilyen kacskaringós utak. Néznek a telefonodon a térképet. Megnézem, arra hogy beülök a kocsiba. Comedy Club garázs előtt ilyen nagyon kacskaringós utak visznek föl hegyes dombos vidékre, jó? Arra mész, jó? Jó, majd mindjárt megnézem, jó? Na, indulhatsz. Na. Szeretlek, szia. Jaj, hát én is rágjalak meg. Tudom. Itt várjon engem. Hogyan... Igen? Rendben. És akkor hogyan fog lezajlani ez az egész? Majd mindenki fog derülni maga ide. Itt várjon. Kapott koordinátát? Igen, kaptam. Rendben, akkor egy fake teszt után elindulunk. Én nem fogok semmit szólni. A szabályokat természetesen be kellene tartani. Üdvözletem. Üdvözlöm, szép estét! Szép estét kívánok! Jelölném akkor az első célomon. Rendben. Pillanat, addig gyorsan megfordulok. Ehhez a bolthoz legyen szíves. Rendben. Annyit még először el szeretnék mondani, hogy az árakat, szóval csurint a kiszállási díj, és emellett kilométerenként 2000 csurint lesz. Ó, ilyen drága? Hát... Sajnos tudja, ez a város egy... Mondjuk van pénzem, szóval nem probléma, de azért tényleg drága, de mindegy. Igen. Azért szerint, én véleményem szerint megéri jobban egy autót venni a múltban. Hát ez majd mindjárt kiderül. Ez is igaz. Megéri jobban autót. Na, most jöttem a fodrásztól, nekem ne egy baj legyen a frizurámmal, csak óvatosan. Igyekszem. Addig mesélj már egy kicsit magáról. Háztartás béli asszony vagyok, nekem olyan jól megy, hogy nekem nem kell dolgozni. Van egy iszákos férjem, de na, mivel, hogy gazdag, így eltekintek ettől a problémától. Hát az a legjobb, hogyha nem kell dolgozni végül is. Ez így van. Na figyeljen, a pénz az pénz. Igen, a pénznek meg nincs szaga, csak a férjemnek mikor iszik, de hát na. Akkor valójában szereti őt?
Persze, hogy szeretném, hát hogy, Na, hogy hát ne akkor az lehetne a nem fontos. szeretni. Gondoltam, összekötöm a kellemes tehát. Uram, a pirosan egy kicsivel többére át tudna menni? Mármint? Már dupláját fizetem, csak nagyon sietünk. Nem érünk erre. Rendben, jó van akkor. Az előtte körbenézek, mielőtt átmegyek. És akkor a férjével mióta ismerkedett meg? Mondta ugye, hogy Vakrandin. És akkor... Amikor a városba érkeztem, igen. Oh. Egy hete. Nagyon nagy volt a szerelem rögtön. Na, hát örülök. És az úr egyedülálló? Vagy van párja? Jelenleg. Ja, azt hittem, hogy Hát én nem magával beszélgetek, azt hittem maga ki. Örülök, hogy maga ilyen nyitott a beszélgetésre. Én abszolút, abszolút, igen. Én legalább nem olyan unalmas az Én út. Nyitott nő vagyok. Na, ennek örülök. Férjem azt hál' Istennek nem tudja, hogy mennyire túl nyitott tudok lenni. Aha, kicsoda? Értem. Erről azért nem volt szó. Én nem tudom maga kicsoda, és miért van felháborodva. Te ide figyelj, most a vizsgán kifűt, te mit megcsalsz engem? Mondta, hogy a roncstelepeseket tudtam, hogy megcsalsz engemet. És ha nem a roncstelepeseket, akkor mi van? Ja, hogy mással csalsz meg? Jó, erre majd tudom. Beszélünk. Én nem mondtam semmit. Te nem, ne is mondjál semmit, jobban jársz, hogy a kussolsz. Rendben, hölgyem, akkor megérkeztünk. Köszönöm szépen, és hogy fogok tudni fizetni, és mennyit? Na szóval, ugye az első megálló az plusz 1000 csurint volt, az eddig 6000. Az a gond, hogy elfelejtettem megnézni a kilométer számlát, mielőtt ide jöttünk. Tudja, még új vagyok a munkába, és még nagyon hozzá kell szoknom a dolgokhoz. Igen, igen, meg annyit beszéltünk, hogy értereltem a figyelmét róla lehetséges. Igen, igen, ugye, igen, azért ez is fontos, hogy ugye a kommunikáció közben azért ezekre is oda kell figyelni. Igen, nem véletlen beszéltem egyébként annyit. Most egy óráig fog beszélni a feleségem. Folytasd nyugodtan azt, hogy nem azt mondta, hogy hagyd abba. Ja, nem. De csak mondjad. Láttam, hogy itt jött valami ízi. Na, akkor kedves Vincent, és néhány dolgot elmondanék. Rendben. Ez a... Nem tudom, hogy ennek a kresszel van valami... Nincs-e jobb a kresszel? Lehet, hogy igazából nem nagyon tudom, hogy hol... Vagy nem tudom, most arról beszél, amikor mondta, hogy sietünk? Hát az majd egy másik hívapont lesz. A záróvonalról és a pirosról beszélek. Ó, hát igazából Mit csak azért mentem át. Csak azért mentem át rajta, mondta, hogy sietünk igazából. Ez még nem az, ez előtte is átment a piroson. Előtte is? Igen. Hát én arra pedig direkt figyeltem. Hát én is figyeltem, hogy nem azon a zöldön ment át, ami nekünk világított. De ez hogy maga szerint egyszerűbb autót venni, mint fuvaroztatni, ez mi? Hát hosszú távon jobban megéri szerintem. Tehát meg lejáratja a cégünket? Persze. Jó, oké, bevallom, ez kicsit hülye komment volt tőlem, elnézést. Jó, elnézem. Az nem is kell mondani, hogy egyszer majdnem elütötte a feleségemet. Illetve ez a kenőpénz, ez annyira nem nekünk való. Ez ilyen beugratás volt. Mi volt a beugratás? Hát nem a? Hát ez, hogy a pénzére átmegy a piroson. Igen, igen. Az ilyen teszt volt szerintem. Hát igen. Ja, értem. Ezenféle a kommunikáció az kiemelkedően jó. Igen, az rendben van valóban. Feleségemmel átmegyünk egy másik szobába, kiértékeljük. Rendben. Gyere életem. Kis türelmet. Így jövök, Maci. Mit gondolsz a gyerekről? Kommunikáció az jó. Viszont Ennyi? Az ja. egy. Nem figyelte, hogy hány kilométert jöttünk. Tehát nem mondta, hogy nem tudta megmondani a végén, hogy mennyit fizetek. Kettő, átment a piroson, mikor szóltál neki. Ez a kettő, ami nekem nem jött be. Kérdés az, hogy kell-e nekünk annyira sofőr, és bízhatunk-e benne annyira, hogy nem ismétlődik meg ez a dolog, hogy nem elfelejti nézni a kilométer órát. Hát milyen dolog az? Azt akkor satra fizetted? Így van, ez jól mondod. Én tudom, hogy nekem mindig igazán van. Hát kivéve, amikor nincs, de ilyen folytasd. Én nem venném most föl. Én ezt a főnökkel még egyeztetném. Ez neki se tetszene. Hát neki se tetszene, így van. Én is erre gondoltam. Most oda megyünk akkor. Igen. És nem én mondom neki, igen. Én fogom elmondani. Megkérdezik, hogy mit gondol, hogy fölvettük-e. Azt fogja mondani, hogy szerintem nem azért, ami bedült a trükkjeidnek. Majd előtte még azért.
fővidítsuk. Na, gyere! Na! Gyere, Bóna! Na, Vincent, átgondoltuk. Igazából nagyon jó munkaerő lenne nálunk. Tehát igazából ezek eltekintető hibák. Tehát ezekről hajlandóak vagyunk eltekinteni. Mi is nagyon keresünk embert. Igen. És igazából az ötlete is nagyon jók. Tehát minden megvan az, hogy fölvegyük. Maga szerint mit gondol? Nyerte felvételt, vagy nem? Ezek után most tekints el a hibáitól. Hát, hogyha a hibáimat eltekintem, akkor végül is szerintem igen. Na hát akkor a valóság az pedig az, hogy jelen pillanatban sajnos nem tudnánk alkalmazni, mivel a hibáktól nem tudunk eltekinteni, tehát most mi nem tudjuk nyomon követni, hogy ez nem ismétlődik-e meg, és nem sodorja balesetben valamelyik ügyfelünk életét. Viszont ez nem azt jelenti, hogy soha nem fogjuk fővenni, és nem is azt, hogy végleg el van bocsájtva, mert nem is lett fővéve, de mindegy. Önnek adunk egy hetet, igen, hogy fölkészüljön, gyakoroljon. És akkor egy újabb teszt, igen. A Crest átnézi, kommunikációja az jó, talán kicsit fejlesztett kérdésekkel, de ne ilyenek, hogy teli kanapja, mióta van a városon, hogy dolgozik, ez már unalmas. Valami komplikáltabban. Akkor várjuk vissza szeretettel. Hát rendben, várjuk vissza. Valahogy össze kéne szedni valamennyi pénzt, mert árulnak ilyen minibuszokat, aztán az kéne. Neked? Igen. Ilyen izére, mellékesre? Hát családi, vagy ilyen közösnek, érted? Igen, és az hogy vesztegetik a? 400 per darab. Ajjaj, hát akkor még egy kicsit kell gyűjtenem. Dünk. Hát nálam van 120. Az jó, hát meg ha lesz, berakom a bankba, akkor lesz 45. Hát figyelj, téged tőled nem akarok kérni pénzt. Részletre kéne elhozni eztet is. Ja, hogy le kéne dumálni a gyereket, mint a munkó? Ja, ez a fekete mattyú, ja. Tudod, ez a normális. Igen, az. A mattyú. Fekete hattyú volt, ez normális. Igen, normális. Nem tudod, kiről beszélek, gondolom. Nem, fogalmam sincs. Csak ma hallottam a nevét tőled. Ja. Láttam is ma? Találkoztam én ma azzal? Nem hinném. Az a nagyon normális. Ja, hát nem. Szerintem normálisan nem nagyon sokkal találkoztam. Normális? Nem nagyon van normális ebben a városban. Vagy te, hát te sem vagy normális, de téged ilyennek elfogadtalak, akkor van a főnök, ő normális. Az normális, igen. Akkor van az a gyerek, aki a helikoptert viszi, az a Hui. Hubi? Igen. Igen, a Hubivel összefutottam a múltkor, amikor az irodában volt, szerintem az is normális. Az is normális, igen. Azt ennyi. Aztán kb. Ennyi. Ronstelepeseket nem számoljuk. Nem is ismerek én ronstelepeseket, azért most ettem a kocsijukban a hátnyest. Csak beüti idegeneknek az autójában, de sem nincs abban igaz. Hát most mit csinálják a sötétbe? Egyedül a sivatagban. Pont nem kellett volna beülni az autójukba, de mindegy. Hát de akkor éheztem, meg kiszakadt a bugyim, kellett egy újért elmenni a boltba, meg kajáljál. És ha bejössz az autóba, akkor jól laksz? Nem, de hát elvisznek a boltba. És hogyha nem a boltba visznek, hanem haza? Hát erre nem gondoltam, na hát én nem vagyok ilyen izé, én naív vagyok. Túlságosan naív. Mindenkiből a jót feltételezem. Igen, csak abból meg kevés van. Mellén beülni? Melléd? Hát most is melléted ülök. Hát de hogyha nem ismernél. Ha nem ismernélek, biztos nem ülnék be mellé. Hát pedig egy jobb megnyugtató vagyok, nem? Igen, nagyon megnyugtató a térképezet. Röhába ott, és fizetek neked mindent. Ez a beszéd. Hát 5000 csurintig mindent. Na várjál, hívott ez az Antonio, tudod. Jaj, az a jóképű ember. Vagy mi az Isten? Nem mond, nem. Kinyomott. Milyen jóképű emberű beszélsz te? Te egy jóképű ember. Halló. Kocsba telefonálok, nem tűnt föl? Szárjál le. Halló, minden oké? Ne ugassál vissza, halló, szia, figyelj, Rafael. Nem vagyok ki, kutya. Ne maradjál már csöndbe, he. Beszélek. Na, szevasz, Betyú, halló. Köszönöm. Ne maradjál már, nem hallom. Bocsánat, csak az asszony itt a nyugat vezetésre figyeljé. Na, bocsánat, tegnap nem tudtunk elmenni, nem voltunk a városban. Semmi gond. Mai nap esetleg jó lehet? Hát jelenleg a... Törjed össze az autót. Nem mentek,
kustolját, a telefon. Jelenleg a kollégákat nem igazán tudtam elérni. Én ugye itt vagyok a farmon már. Régen ugye kettő hely között ingáztam, én voltam az egyik főnök, csak aztán teleszaladt a faszom, aztán leadtam. Úgyhogy most is főnök vagyok itt, de csak a farmon. A börzben nem. Többiekkel egyelőre még nem tudtam beszélni. Úgyhogy amint tudok, akkor jelzek neked, okés? Figyelj, az autót meg lehet amúgy nézni, a izét. A rumpót? Ja persze, szerintem simán. Ha gondold, figyelj, az IKEA parkolóban van a rumpó, amit el akarok adni, ez ugye ott van az ötös bank alatt, illetve a főpublik között. Ötös bank és a főpublik között, ott van egy... Az IKEA parkoló, azt hittem az IKEA-ban van, jó van. Nem. Neki ott a kórház. Neki mész hülye vagy tenő. Bocsánat. Semmi gond. Törjed be az ablakot, te. Jó, mikor lehet lesz, mert megyünk mink is be a városba. Oké. Én jelenleg itt vagyok a farmon, mit mondasz, egy 5 perc múlva ott, vagy 10? 5-6 perc múlva ott vagyunk. Oké, én is ott vagyok akkor hamarosan. Oké? Rendben, ciao. Hát, ha te 5 perc múlva, 5 perc alatt elrendezel egy ruhavásárlást, te egy művész vagy. Azt hittem, hogy az 5 perc az többet. De ez egy áldott jó ember, ez biztos megengedő részletre fizessük. Hát figyelj! Valami ilyen nagyon testhez álló kő. Nagyon tapadós. Tapadó. Jó, akkor valami tapadósat nézze. Jó, nézi. Tapadósat. Ehhez mit szólol? Elég tapadós? Ejjó. Ejjó lesz, igen. Nézzé körbe, hogy mindenhol jó-e. Most a szoknyát azt majd leveszem alóla. Igen, azt akartam, de várjál. Hátul a valagadnál is jó, de ehhez a papucsot kell fővenned. Van rónak a faszát. Hát nem annak, de a papucsot veszed fő hozzá. Vettem le jobb akos szívőt, ez jobb, mint a papucs. Háj, de jó, nagyon szép vagy. De illik-e ez a nadrág? Mi csinál? Mi? Van rajtam nadrág? Vagy mi van? Magámról beszéltem, de mindegy. Jó van akkor, kicsit vagyok. Te is nagyon kínos, hogy épp az bolygós ruhában. Igen. Nagy a seggem benne. Hát neked mindenben nagy a segged, ezen ne lepődjél meg. Nem kell velem állandóan veszekedni. Nem veszekszek, de egyszer megindulhatnál az ott. Mindig egy óráig az életem, komolyan mondom már. Bárcsak te is egy óráig, Ana. Hol? Tudod te? Na, itt jobbra, mennyi. Már úgyis elkéstünk az autóvásárlásról. Megint elő kéne adni az izé sztorit, hogy nagyon szükségünk van. Ilyen szedbe öltözve, elhiszi, hogy csorok vagyunk? Nem az kell, hogy csorok vagyunk. Nagyon szükségünk van egy ilyen autóra, és 250-be elvisszük. Mit szólsz hozzája? Én veled nem megvitatkozni, csak nem tudok egyszerre beszélni, meg vezetni. Ja, nem tudod. Megjutunk ide. Ott mennyi az, ahol milyen autóhoz, ami ott áll a parkolóban. Szerintem azzal van. Állj, de megint neki mentél, gratulálok. Közelébe se voltam. Jaj, ez a biztonsági év. Hello, egy fél pillanatosan már is kikapom a rumpót, oké? Okay? Másodperc. Az amúgy annyi, hogy pár napja voltam javítatni, viszont ugye, hogyha a garázsba elrakod a járművet és kiveszed, van olyan, hogy törött ablakokkal jön ki. Úgyhogy a szélvédő oké, okay, de a két jobb oldali, a jobb, illetve a bal oldali ablak törött, meg a két hátsó is most. Nem baj. Ez lenne az. Gyári gondolom. Igen. Hát 500 ezerbe kerül ugye a városi autókerbe. Gyári állapotú. Én igazából szerintem, ha egy kilométert ha vezettem, annyi, hogy idehoztam a parkolóba, tárolójárműnek használtam, és ennyi. Aha. Mennyi lenne ennek az ára? Hát 400 ezer. Annál lentem nem adom. Mert nem igazán volt sokat használva. Édesem. Megnézem. Körbenézem. Csak nyugodtam. Akár ki is próbáltam. Megyek vele.
Szóval most le kéne álkodni, vagy mi? 400-ról hogy álkodod le? Nem leálkodni, mondjuk 3-50-re, hogyha le tudod álkodni, és részlet fizetés. És mennyit adsz neki oda most kézbe? 2-t. Mennyit? 2-t. 2-t, a többi meg részlet, de 3-50-nél ne legyen tűnt. Ha valahogy így. De mivel nem akarod ezeket a üzleteket csináltatni? Bárták, már te nő vagy, és neked rájuk tudolhatni. De hogy tudok én, majd mosolygok szépen. Na, és miután elmondtad ezt a dolgot, és lealkodtad, utána most. Majd mondom, hogy te vagy ilyen szárrágó, azt nem adod neki többet, érte? Jó, oldjad meg valahogy a részletet. De figyelj ide, azt mondd meg nekem, mi a lófasztak neked ilyen kocsi? Meg fogod tudni, miután megvettük. Ja. Jó. Ide, jó lesz ez. Na, beszélj vele. Hát ott, hogy beszél. Na, miért nem beszél? Van már az előbb beszédnál. Karosszériája rendben van igazából, motor az úgy rendben van, váltó, stb. Aha. Fékek, vezérműszi az egyébként alapból, hogy vettem, cseréltettem rá, úgyhogy felújítottam, de ugye nem nagyon használtam, úgyhogy csak itt porosodott a garázsomban, úgyhogy ezért is szeretném eladni. Két érdeklődő volt összesen, az egyik te voltál, meg egy másik úriember. Kettő van egyébként eladó. Ha gondolod, a másikat is megnézheted, viszont azon még több ablak hiányzik, ahogy most kivettem. Abba több kilométer van, vagy az olcsóbb, vagy mi van az? Nem, ugyanannyiba kerül igazából. Aha, akkor tulajdonképpen nincsen nagy különbség. Annyi ugye, hogy az egyik ez narancssárga, a másik az meg kék. Azt mondja, akkor vázult fel a helyzetet. Már megint velem akarod elvégeztetni a munkát. Hát ez a helyzet, hogy először is az urámnak annyi bízni, azt tudom, illetve nekünk, mert ugye közös a kassza. Azt igen, tudom, értem. Hogy ő 3-50-nél fejjebb nem tud menni. Illetve mi, de inkább ő. Mindegy. Mennyire lehetne közelíteni így általad, ha már bocs, hogy letegezlek, szabott összeget. Semmi gond. Tehát a kaszinóban találkoztunk 2 napja, már ott is legeződtünk. Ja, tényleg. Most, hogy mondod, csak akkor egy kicsit úgy itt aztán szóltak gondok. Igen. Figyelj, őszinte ember vagyok, az is voltam mindig is. 500 ezerért szokott menni, ugye? Annyiért lehet megvásárolni újonnan. Most úgy mondom neked, hogy 450-ekért szokták elpasszolni, 440-ért. Ha legjobb áron megkapod, akkor 400-ért odaadja valaki. De akkor az azért, mert el akarja adni. 350-ért szerintem senki nem fogja eladni a rúgóját, hogy őszinte legyen. Értem, azt mondja, B-verziót légy szíves. Prezentáljad. Hát már engem békén égetelik mindig át. Hadd elő te. Nem, mondjad te. Nem te. Meg volt beszélve a szereposztás. Mi? Most minek mondjam el az úrnak, hogy viszi a bankaházat meg a disznódat is? Hát... Figyelj már, hát jó menő limuzin sofőr vagy. Hát... nem létezik, hogy ilyen helyzet állna fenn. Hát de létezik, képzeld el. Hát mert elissza pénzt. Ezt nem itt kéne kitárgyalni. Mindegy, eliszód, ez tény, hát... De akkor se kell mindenkinek tudnia róla. Na figyelj, van egy olyan B-opció. Srácok, képzeljétek, most hallottam. Na jó, csak poénkodok. A páromon kívül most senki nincs rádión. Szóval akkor részletfizetésbe gondolkodtatok-e esetleg? Hát... Figyelj, azért ismerlek 2 hete, de hát nem tudom, hogy érted. Mondjuk jó menő cégnél dolgozol, az is azért még új, de hát... Már én is ott dolgozom. Így van, ő is. Szóval, igen, én még izé vagyok. Mi vagyok én? Próbáidős vagyok. Na, de úgyis véglegesíteni fognak, mert jó vagyok, szóval. Hát, figyelj. Ahogy elmentünk így a kedves párommal így... ugye a limuzinba, erre az útra, akkor is már ugye elég szimpatikus voltál, meg jó fej vagy minden. Akkor figyelj, 350-et az most van így KP-ban? Nem, ezért mondtam vagy a részletfizetés, tehát hogy ezt így tudnánk csak megoldani, mondjuk lerakom 250-et, most a többit pedig jövő héten rendezném. Legyen, megbeszél. Megoldhatom? Meg. Bízom benne nagyon annyira. Rendes vagy, tényleg. Tudom. Nem te! Hanem az úr veled szent. Vannak még látod rendes emberek. Annyi viszont, hogy jelen pillanatban nincs nálam átír, vagy mi az már... Adásvételi. Az. Azt jelen pillanatban most nem hoztam, el tudok szadni egyébként.
Neki minden van. Tessék. Oké. Akkor egy fél papírírószer vagyok, úgyhogy. Te izé vagy ilyen optimista ember, tartasz magadnak. Becses neved, teljes neved? Rafael Emil. Rafael Emil, oké. Születési idő? 1999. október 9. Oké, ezt is akkor beírtam. Mint hogyha nem tudnám, mikor születtem, csak néha elfelejtem. Kollégám egyszer úgy beütötte a fejét, hogy két napig azt sem tudod, hogy kicsoda, meg hogy hol van. Na hát olyan velem is szokott lenni. Velem is sok egyszer, csak akkor mondjuk bebasztam be nagyon. Asszony! Na. Mondjad! Kiderült, hogy én nem is iszok, hanem nekem is jön izé, betegségem. Nem, te iszol, te alkoholbeteg vagy. És akkor ezt már a másik részletet, azt még akkor jövő héten akkor intézik. Rendben van, nagyon szépen köszöntöm. Nincs mit. Na, gyere asszony, hozzad a másikat. Halló, Rafael! Mi van? Na mondjad! A izéhez, tedd le az autót a izé melletti garázsba. Jézusom, nagyon rekét vagy. Hova a pászba vigye? A munkahelyi melletti garázsba, tudod, a izé, tengerparti garázsba. Oda megyek. Jó van, hello, szia! Jó van, hello! Halló, szervusz! Szervusz, Rafael vagyok, ügyvezető igazgató, mivel segíthetek? Hát, csak kerestelek téged, hogy menjünk el pecázni, mert múltkor olyan fasza volt, de azóta kincsvadászatra indultunk Laurával. Ja, Laurával, szóval engem kihajtatok belőle. Hát, mert nem vetted fel a telefont. De fővettem, csak aztán kinyomtam. Jó, megjegyeztem, rendben, Antóni, akkor várlak szerdán, szeretettel. Jöhetsz velünk. Jó, várlak akkor szerdán majd az irodámba. Az állásinterjú, már hogyha fölveszünk, ugye. Aha. Meglátjuk. Tehát ezt vegyem egy amolyan személyes bosszúnak részedről. Hát, veheted, aminek akarod. Értem. Jó, hát akkor milyen megyünk az asszony a kettesbe egyet. Hogyha ezt szeretnéd. Hát figyelj, kihajtatok belőle. Nem jöttünk ki semmiből, még nem csináltunk semmit. Hát hol vagytok? Hát elmentünk a zuhanó csomagért, ami most leesett a városba, ott piroslik a gymnél. És ott mit kell csinálni? Hát felszedni a csomag tartalmát, egy nagyon jó kis ládika, amiből bulivodkát lehet pörgetni. Aha. Jó, hát hogyha esetleg jönné horgászni, vagy menné horgászni még ma, szólja, aztán elvegyük az asszonya veled. Na asszony! Na, halló! Halló! Na, mi van? Na. Itt ülök az irodádba, eh? Igen, mi van? Mi? Na, te hívtál? Ja? Én hittalak? Igen, na, azért hittalak. Megyek oda, én mennék horgászni, mit szólnál hozzá? Menjünk-e horgászni. Jönne ez az Antónió, és kicsit próbára kéne tenni, mert ez érdekes egy figura. Na, és hogy kéne őt próbára tennie? Hát érted, így nézelődni. Ja, értem. Nézegetni az embert. Csábítsam el? Nem azt mondtam, he. Már megyen arra gondolsz. Hát, én nem tudom, te mit akarol vele mindig csináltad. Kivel veled? Hát csak figyelj az emberre, hogy... Na. Jó, figyelek. Miről beszélek? Nem értem gondolom. Na. Itt vagyok már. Na, Aston. Na mondjad el. Van itt ilyen Halloween-i ajándék. Aztán fő kéne szedni. Hát szedjük-e? Na aztán elvileg az Antónia, hogy jönvenünk horgászni, hogy tudja a bánat, mert mit akar ez az ember. Ja, hát akkor át kell öltöznöm a sportos cirkumba. Ja, olyan is van neked? Persze! Miért körözöl mostané? Nem tudom, hova álljak, nincsen parkolóhely. Nem, el van foglalva az egésze. Oré, te mi alulnak a... Féket gyakorolom még ezen. Baj van vele. Mi? Csak nem repüsz ki az ablakon. Csak nem. Na, itt jó lesz.
Igen, én is gondoltam, hogy ez a legjobb hely az összes közül-e. Ezt én nem tudok hol megállni. Akkor rág le keresztbe, nem mondom el senkinek, csak már hadd szállja ki, mert már elhányom magam ettől a kanyargástól. Megállsz, vagy leüklek, és nem tudom, mit csinálok. Parkolóhelyet keresek, próbálok közel állni. Te figyelj ide, Morel, hadd kérdezzem már meg, hogy miből akarod te kifizetni azt az esküvőt 1 millióért? Szerintem kérjük kölcsön valakit, mit szólsz hozzá? Annyit? Hát akkor már inkább menjünk a burgereshő. Annyi pénzt. Burgereshő? Hát igen, hát 1 millió, te... Hát nem azzal akarom tölteni a fiatal éveimet, hogy áldosságokat törlesztek. Én annyira fiatal vagy. Jaj, hát annyira nem, de azért nem annyira, hogy 100 éves koromig akarják törleszteni. Te minden nap izét teszel ki képőt magadról? Mi? Zavar? Hát nem, csak többet látnak belőled az emberek, mint én belőled. Hát mert előre nézel, nem oldalra, hát most én arra nem tehetek. Várjál, hívom mondjad. Az Antóniót, mert esküszöm, most már lefogom. Szevasz, Antónió, hello! Mondjad, Emilem, mondjad! Merre vagytok? A kaszinóba. Igen, és miért nem jöttök? Mert én várlak itt titeket, mert most muszáj lesz már ketten elindulnunk. Menjünk akkor tényleg ki? Mi? Menjünk ki most? Hát nem tudom, hogy te hogy gondoltad azt, hogy megyünk horgászni. Jó, kimehetünk most is felőlem. Jó, akkor most azonnal gyertek ide. Jól van, jól van. 2 perc, szevasz. Hát jönnek ide. Beszállsz még máma, mert nincsen parkolóhely. Hát őt üztem, na. Mi az, hogy gyűnnek? Mi hanyan gyűnnek? Hát nem tudom, szerintem egyen. Hát akkor mi több számba benn tudod, te magyarul? Mit tudok magyarul? Egyen jönnek. Hát mert gyertek, meg jöttök, hát mondom, akkor még hanyan jönnek. És akkor ti pécáztok, én megnézem? Hát te is pécázol. Hát de nekem szerinted van botom-e? És nekem van botom szerinted? Ja, neked sincsen. Na várjál, rácsürgetek még egyszer. Na, csürges. Még egy kérdésem lenne gyorsan. Hol tudunk horgászbottot venni? A bármelyik kisboltba. Ott tudta a kukacot is. Jó, megyünk, szevasz. Kisboltba megyünk, veszünk horgászbotot. Horgászbotot? Jó van. Veszünk horgászbotot. Botot, igen. Azt hittem a te kukacodat kell belógatnom. Mit hittéte? Ne írjétek hát, ilyeneket. Hát na, hát most mindig arra gondolok, nem tettek én arról. Azt miért gondolsz te mindig arra? Sajnálod tőlem. Nem sajnálom, csak kímélek. Hát de nem kopik azt te. Nem azt, hanem tégedet kímélek. Engem te ne kíméljé. Hát még... Öj! A csecseimet. Melyeimet kiugrattad a helyükből le. Jaj. Nagyon tárkon foglak hagyintani. Mely? Jaj. Remélem lesz annyi pízem. Gratulálok! Jaj. Szóval mindig van egy vízi horgászba te. Tekergőz már oda-e? Na, itten megállunk. Itten-e? Ittene. Na mennyibe van a? 5000, de nincsen. Jó, ezer. Mert nálam 2000 van csak. Nálam is. Emet kell keresni. Itt van ki. Na nem jössz? Na. Hát jönnék én, ha tudnék. Bezárod előtte. Ügyes vagy, gratulálok. Egyáltalán mindig. Hát én nem tudom, te hogy lehet-e sofőr. Ezt is te basztad de. Persze, persze. Na mi van, Mano? Rossz vagy? Igen, kezdek már átmenni oroszba. De sok légiriadó megbolondi. Tehát te fizeted itt a szereltetés majd. Ne, persze. Én meghívlak egy horgászbotra, azt tudtam, maradjál magadnak. Na, kész. Na.
És ki az ajtó. Mi kurva biztos, senki jöv. Legalább az ajtóval már nem kell szenvedni. Á, hát hol van egy te nem? Itt van. Hello, Rafael. Itt vagyok az irodádnál, és nem vagy itt. Igen, mert mi mindjárt ott vagyunk. Ha jó, igen. Igen, mindjárt ott vagyunk. Jó, van, én addig idehozom a hajót. Nincs. Nincs, fordultam. Én bezárod a kocsit, nincs ajtaja, de nem tudok bejönni. Hmm. Hát milyen riasztó rendszer ez, ilyen láthatatlan fal? Hát megint letűrted az ajtót, ez a te hibád. Te fogsz fizetni. Nem férek be, még kövér vagyok. És akkor mi köze van ahhoz, na, már megint hív. Igen? Na, szia, megint én, melyik hajóval menjünk, a vitorlással vagy a motorcsónakkal? Hát amelyik van neked, na most meg Zsák utcában vagyunk, hát, ne, ezt is te basztad el, asszony. Mondhattad volna, hogy ne itt jöjjek be. Tudtad te is, hogy nem láttam magattól a szemeden? Nem láttam a táblát. Egy telefonálok éppen. Emil, ezt ne a telefonba vitesd meg velem, kérd. Megint ki fogod törni az ablakot. Állj, beszélek az Antonin, de ne ugassák közben, amikor beszélek. Ti ugáltok! De maradjál, már kiviszem a másik ajtót, és tudtad volna, hogy bicikli úton nem tudunk eljönni. Szólhattál volna, bazd meg. Mit fütyűzte meg? Ne fütyüljé! Ja, igen, most még valami beszélsz. De azt, hogy maradjál már az Antoniónak, akarom mondani. Maradok, akkor fütyüzd. Na, most mondjad akkor. Akkor is idegesíteni. Na tehát, vitorlással menjünk horgászni, vagy motorcsónakkal, melyik a szimpatikusabb? Igen. Mindjárt érkezünk. Mit? Igen, mindjárt érkezünk. Ez Rafa idén számításba külön. Mivel menjünk ki? Mivel igen, szeretnétek? Igen, megyünk mindjárt. Ne ide, ezt is kidöntötted. Egy oszlop mínusz. Egy ajtó mínusz is. Igen? Tehát mit preferál az asszonyod? Nem hagyom ezt ennyibe. Hajót szeretnék, a vitorlásra. Melyik vízi járművet preferálja? Mondom, a vitorlás. Preferáljuk. Vitorlás preferáljátok? Igen, azt preferáljuk. Akkor inkább vitorlás, nem motorcsónak, igaz? Igen. Igen. Akkor vitorlással megyünk. Megyünk, azt preferáljuk. Szia! Azt mennyi csávit vegyek? Itt százat. Hé? Ahó, bazd meg, nincs egy 5000-eset kölcsönbe. Ne vedd hát, még meg a csalit. Jó, tús, hát tús, már késő. Már késő. Akkor baszhatjuk. Figyelj ide, odaadom neked a botot, azt majd te pöcázol, én meg dízem, mit szólsz? De nem hagyom ezt itt annyiba, élbasztuk. Jaj, nincs itt egy ATM valahol. Jaj! Az anyád úristen itt ma megint. Még egyszer megütöl, én nem megyek hozzád. Mit akarsz te meg? Még már Ari, te. Jó, akkor ezt baszhatjuk, akkor vegyük vissza. Már neked odaadom az én izémet. Már, de ne adjad, majd hozzunk, veszünk nekem is. Úgyis akartál pecázni ma mióta. De én majd most megnézem, hogy ti hogy pecáztok. Akkor az Antonióval vetetünk még egyet, csak siessük már, mert nem érünk rá. Na, már ma még ideadod, he? Köszi. Majd fizetlek. Gyere, csalit, azt ne adjad! Egy három! Gyere! Gyere! Na! Gyere, Gábor, gyere! Gyere, Gábor, gyere! Még na, jó, hogy nem Gábor vagyok. Még jó. Emil. Na. Csali, mi nem kül van? Jaj! Meg... Te! Részegesek! Jobbulás! Nem ért magyarul, mit vakerászik ez? Hogy vezetél? Hogy vezetél? Jaj! Jaj, a mennyeim már megint kiugrottak. Jaj. Én nem tudom, a te tökeid nem ugrálnak ilyenkor? Nem, mert nekem nincsenek. Milyen, hát ez igaz, azt tudtam, töketlen vagy. Na.
Nyugodjunk le, föl kell készülni, mert elriasztod már itten a halakat ezzel a visításoddal. Mi az, hogy visítás? Te meg, ahogy te parkolsz. Gurulok odáig autóval. Igen, nehogy gyalog kell elépni kettőt, hogy fogyja is. Hát ez én, mint te. Ki ez? Nem, az az Antonio. Na szálljál ki, aztán beállok úgy. Igen? Szálljál ki. Na. Én várjál már. Hogy álltál te még? Lebontottad a kerítést? Majdnem leborultam. Te nem vagy normális. Jaj! Emil! Az anyád úristeni te!